csak 18 évesen is egy utca hosszal érte, hogy a komplet mezőny, Ricsi! Összületett sportnemzet vagyunk, és nem is kicsi! A feszített víz a V54 Színház és Kultúrtérben bemutatott darab egy ízig-vérig mai történet. Somos Ákos a jelen kiváló újságírója, az Örökségcsoport színész rendezője, ezúttal drámaírói kvalitásait is megcsillogtatta. Egy olyan versben megfogalmazott történetet tár elénk, amely betekintést enged az úszótársadalom egy zárt közeg mindennapjaiba, ahol a mester edzői filozófiája mentén megismerhetjük tanítványainak lelki, szellemi és fizikai megpróbáltatásait. Nekem ez a történet egy kicsit, én ezt magamban úgy rendeztem, hogy bizonyos értelemben, de nem ilyen nagyon pejoratív értelemben leszámoltam bizonyos illúziókkal a sporttal kapcsolatban. Jól lehet, tényleg sportriporterként is dolgozom, de nagyon sok mindent tapasztaltam az elmúlt években, és volt egy olyan kifejezetten drámai vonás, ami engem elkezdett érdekelni, hogy mi történik, ha egy edző azzal szembesül, hogy amiért eddig mindenki a tenyerei hordozta, azt most elkezdik számon kérni rajta. És ez volt a kiinduló pont. Kedves anyuka és apuka, ugyan hogy képzelik, hogy az olimpiára fel tud készülni, ha közben minden marhaságra is figyelni kell? Adél magántanuló lesz nálam, a kiválasztás egyik feltétele ez. Az edző szerepében Balogh Mihályt köszönhetjük, aki a szakma csúcsán egy ország bálványaként is megtartja azt a senkit és semmit nem kímélő jellemvonásait, ami számára természetes, hiszen eredménye a csillogó éremhalmaz, ami az egyedüli minősítés számára. Ez a darab, ez főleg inkább arra fókuszál, amit a nézők nem látnak, és arra, amire lassan azért kezd ráébredni szerintem az egész magyar társadalom, de nem csak a magyar társadalom, ez egy globális jelenség, hogy azért nem lehet mindent alárendelni az eredményeknek, mert az bizony visszaüt. Vagy az elkövetőnél is, előbb-utóbb szerencsés esetben, de az biztos, hogy aki mondjuk évekig ki van téve egy olyan terrornak, mondjuk az edzője részéről, vagy bármilyen beosztott és felettesi viszonyban, ugye ez előfordulhat, azért az nyomot hagy az emberekben. Hát akkor kicsi lány. A kicsi lánynak van ám neve is. Rózsa Adél. Na, már is becészettek, ez volt a cél. Réduska, az hogy tetszik? Haza kísérhetnek merre is? Jönnek, értem. Adélnak, a 17 éves gyermeknek, illetve ifjú hölgynek, aki tehetsége okán akár hős is lehetne egy ötkarikás játékokon, gyorsan rá kell döbbennie, hogy az eredményhajhász világban a szülői kényszer börtönében a beteljesülés lehetetlen vállalkozás. A való életben nagyon nem bírom a konfliktusokat. A darabban hát elég kemény dologról szóval, hogy a fő probléma és konfliktus, az nagyon durva, és ez hát végül is nekem is, szóval, hogy elég nehéz ezt így felfogni, meg egyébként nagyon szomorú, ha ez tényleg valakivel megtörténik. Az előadás megerősítés, hogy a Somos Ákos tollából származó és az előadásban is elhangzó gondolat, miszerint a szereplőket, ha nézed elhűlve, minden hasonlósága véletlen műve, a valóval, ezt jól jegyezd meg még, és ússzuk át együtt a nagy medencét, hitelessége megkérdőjelezhetetlen.